Mikael Ende Momo című regényében van egy beszélgetés, ami egy nagyon fontos dolgot világít meg a mi életünkre vonatkozóan is. Momo beszélget utcaseprő Beppóval, aki lényegében ugye a neve is jelzi, egy utcaseprő, és az utcaseprésen keresztül magyarázza el Momónak az életnek a lényegét. És azt mondja, hogy figyelj Momo, utcát seperni nem úgy kell, hogy végignézünk egy nagyon-nagyon hosszú utcán, és elszörnyülködünk, hogy mennyi munkánk van, és közben sepregetünk, megint kétségbeesve végignézzük az utcát, mert hogy így a szuflánk is elfogy, kedvünk sincs közben, és az utca sem lesz rövidebb. Hanem utcát sepregetni jól úgy kell, hogy egy seprűvonás, még egy seprűvonás, hogy mindig csak az előttünk álló szakaszra koncentrálunk, úgyhogy az utca is elfogy, a kedvünk is megmarad, és még szuflával is bírni fogjuk. És hogyha belegondolunk ebbe az egészbe, akkor utcaseprő Beppo lényegében az egész életünkre fogalmazott meg egy hatalmas életbölcsességet, mert gyakran történik meg az, hogy elkezdjünk szorongani olyan dolgok miatt, aminek még a lehetősége sincs ott az életünkben, hogy valamire fel akarunk készülni, hogy sietni akarunk, akár nagyon érdekes helyzet volt például az én életemben az, amikor beérkezett egy anyuka egy 3 éves kisgyerekkel, és azt mondta, hogy tanácsot szeretne kérni serdülőkorú gyereke neveléséhez. És én kérdeztem, hogy van még egy testvére ennek a gyereknek? És azt mondta, nem, nem, ez a gyerek, mert hogyha a dackorszaka ilyen, akkor milyen lesz a serdülőkora, és arra szeretne becsületesen felkészülni. Ezekre a dolgokra nem tudunk felkészülni, és hogyha utcaseprő Beppo példáját megfogadjuk, akkor mindig csak a következő pelenkára, a következő etetésre, és arra az életszakaszra koncentráljunk csak, mert hogy jóval egyszerűbb lesz ez az egész történet.